történelmi mélyponton az olaj ára. Ez elméletben mindennek csökkenteni az árát az áruktól a szolgáltatásokig. Az olcsó üzemanyag és utazás a vállalkozásoknak és a háztartásoknak is kedvező, mert többet költhetnek másra. És ez szinte bármilyen helyzetre igaz, kivéve a mostanit. Kína a világ legnagyobb olajimportőre a járvány indulása után leállította az üzemei nagy részét. Ezzel az olaj iránti kereslet zuhanni kezdett. Kínát követték azok az országok, ahova később érkezett meg a koronavírus. Az olaj iránti kereslet gyakorlatilag megszűnt, az olajár 20 éves mélypontra zuhant. Ám miközben az olaj nem kell senkinek, a kitermelés folytatódik. Körülbelül olyan ez, mint amikor a túltermelés miatt a gazdák kiöntik a mezőre a tejet, mondja az Ögen Kapitál nyersanyagpiaci elemzője. Körülbelül ilyen mértékű a piac telítettsége, ezért szakad be az olajára. Ha valakinek olaja van, gyakorlatilag fizetnie kell azért, hogy megszabaduljon tőle. Miközben Kína a legnagyobb importőr, az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország a legnagyobb termelők. Számukra az olcsó vagy éppen ingyenes olaj azt jelenti, hogy milliók néznek súlyos gazdasági nehézségek elé. Az alacsony olajár közvetlen gazdasági hatása egyértelműen az elveszett munkahelyekben mutatkozik meg először, mondja a pénzügyi elemző. Nagyon sok vállalat tönkre megy, vagy rettenetesen vissza kell vágni a termelést. Az olajkitermelő országok gazdasága nagymértékben függ az olajártól. Az elmaradt adóbevételek miatt az oktatás vagy az egészségügy finanszírozása is bajba kerülhet. A kereslet az előrejelzések szerint nem egy hamar áll növekedő pályára. Az alacsony olajár viszont megkönnyítheti a gazdaság újraindítását a járvány után.